Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják. 100 millió forintból fejlesztik a dalmandi óvodát. Az intézményben korszerűsítették a konyhát, az ebédlőt, a csoportszobákat, valamint egy teljesen új vízes blokkot húztak fel. A polgármester azt mondta, az óvodát a következő nemzedék számára újítják fel. Egy falu működésében hasznos, ha az előregedett vagy már használhatatlanná vált épületeiket felújítják. Dalmandon korábban megtették ezt az orvosi rendelővel, az akkor előregedett épületet a terület és település fejlesztési operatív programból pofozták helyre. Most az óvodán a sor, azonban a munkálatok során kiderült, hogy a 2016-ban megpályázott fejlesztésre 50 millió forinttal kevesebbet kapott a település a kormánytól, így a felújítási munkálatokat 100 millió forintból kellett elkezdenie a kivitelezőnek. 2016 májusában adtunk be a megyei önkormányzat által megkérdezett topos pályázatra az óvoda felújítását. Hát elsősorban a szigetelés, nyilázárok kiváltása, illetve a teljes tetőszerkezet szigetelése volt a cél, és hát ezt követően akkor még hozzáépítünk egy új vizes blokkot, ami az ebédlőhöz nem volt biztosítva, és így tulajdonképpen egy teljesen felújított és akadálymentes intézményt fogunk átadni. Az óvodában energetikai fejlesztésekre pályáztak elsősorban. Azonban az épület riasztását is meg kellett oldani, valamint az ebédlő mellé egy új vizes blokkot is felhúztak. A település polgármestere azt mondta, az épület szigetelésén a nyílászárók cseréjén kívül az új vizes blokk volt a legfőbb fejlesztés. A legfontosabb az ebédlő, mivel az ebédlőhöz nem volt vizes blokk, tehát nem tudtuk megoldani, és ezért vált szükségesé az, hogy az ebédlőnek a teljes felújítása, mert az még az volt a legrégebbi állapotban, és ahhoz egy olyan vizes blokk hozzáépítése, ami már a mai elvárásoknak megfelel. Ezt a pályázatot ugye 16-ban adtuk be, 17-ben bírált el a kormányunk. Amikor megkaptuk, hogy nyerő a pályázat, akkor megkötöttük a támogatási szerződést, és tulajdonképpen hát majd eltelt egy év, úgy mondom idézőjelben addig gondolkodtunk, hogy mit tegyünk, mert 150 milliót kértünk erre a projektre, és csak 100 milliót kaptunk meg, tehát egy csökkentett tartalmú projekt előtt állunk, ami sok gondot okozott. Ugye azóta nagyon sokat emelkedtek az építőipari árak, emelkedtek a munkabérek, tehát nagyon nehéz megoldani ebből a 100 millióból, de hát arra törekszünk, hogy amit lehet, azt mindenképpen megvalósítsunk. Nagyon sok mindent le kellett faragni ebből a pályázatból ahhoz, hogy egyáltalán nekiálljunk, és valami összejöjjön ebből a pályázatból. Dalmand községe teljes mértékben a pályázati forrásokból fogott bele az óvoda felújításába. A polgármester azt mondja, hogy van lehetőség arra, hogy a 100 millió forinthoz kaphatnak még támogatást, ami majd biztosítja a felújítás teljes megvalósítását. Jelen pillanatban úgy látom és úgy érzem, és illetve a kollégákkal is beszélgettünk, hogy van lehetőségünk többletigénybe nyújtására, mivel csökkentett tartalmú pályázatról van szó. Van esélye annak, hogy esetleg kaphatunk ehhez az összeghez még támogatást, ami majd a teljes megvalósítást biztosítani fogja. Én úgy gondolom, ha ez a projekt befejeződik és elkészül ez a felújítás, akkor ez mindenki számára egy nagyon-nagyon szép intézmény lesz. A dalmandi óvodát a jövő nemzedékének újítják fel. A 2018-as évben 33 gyerek járt az óvodába, idén több gyermeket várnak majd a felújított intézménybe. A jövőkép az emelkedést mutat, elég sok gyermekünk született, úgyhogy valószínű, hogy a következő tanévet, vagy hát intézményi időszakot már több gyermekkel, közel 40-45 gyerekkel tudjuk majd indítani. A felújítási munkák a kevesebb összeg ellenére is jól haladnak. A polgármester azt mondta, a kivitelező mindent megtesz, hogy időben befejezzék a munkálatokat, és a teljes korszerűsítésen átesett óvoda szeptembertől fogadni tudja az érkező gyerekeket. Családi napot rendeztek az elmúlt hétvégén Döbrökközön, ahol többek között a helyi öregfiúk labdarúgó csapata a Fradi öregfiúkkal csapott össze. Mindezek mellett az Ősök Hőse elnevezésű sportvetélkedőre is sor került. Motorok rabajára ébredhetett Döbrököz lakossága, mindez hozzátartozott a családi nap programjához. Az eseményt idén is közösségteremtő célra rendezték meg, számos sport szórakoztató programon vehetett részt a falu apraja nagyja.
Miközben mindenki igyekezett megtalálni a kedvére valót, a leginkább várt sportesemény ezen a napon minden kétséget kizáróan a Fradi Döbrököz öreg fiúk mérkőzés volt. Olyan játékosok voltak a pályán, mint Kellett József vagy Sárosi György. Igaz, most csak kis pályán kergették a labdát, akkor mégiscsak benne van a lábakban, azért nem volt unalmas az összecsapás. A fiúk igazi rangadó hangulatot teremtettek, melynek végeredménye 6-3 lett. Azt ugye mondani sem kell, a Fradi győzedelmeskedett. Büszkék lehetünk a csapatunkra, mert oda tette magát mindenki, mert ez nem egy hakni a részünkről, hanem egy misszió, mert nagyon-nagyon szeretjük a Ferencvárost, és nagyon szeretjük a Ferencváros szurkolókat, és amit mondtam, nagyon szeretünk Tolnába járni. Nagyon szeretjük Tolna megyét, ugye Böde Dani is ide valósi, Horváth Peti barátunk, aki bátaszéki, nagyon jól játszott szép gólokat, de hát Jóci az elnyűhetetlen, hát tényleg egy genetikai csoda. Nagyon jó volt a mérkőzés, a döbrények nagyon jók voltak, ahhoz képest, hogy öreg fiúk kimondottan jól mozogtak, nagyon szép megoldásokat is csináltak. Hát mi még talán egy kicsit fiatalabbak vagyunk, mozgás van. Nem hiszem, meg jó érzés volt ennyi fradistát látni itt a pálya szélén, itt körbe, fradimezbe, fradimelegítőbe. Ennél nagyobb öröm nincs, igaz, Jocikán? És az a lényeg, hogy nyerjünk, tehát ez az egy-két gól különbség azért mindig legyen meg a két csapat között. A nagy mérkőzés után Katonéni konyhájába invitálták a megjelenteket, ahol Ihos József humorista szórakoztatta a közönséget. A nézését meg a járását, a csípőjének a vígását, száz az anyér nem adná, de most egyikről meg közösen áll, most halljam önöket. Akik izgalmakra vágytak és a technikai sportokat szeretik, annak Erős Csaba és csapata mutatta meg, mit lehet kezdeni egy motorral, ha az ember nem rendeltetésszerűen használja. A műsor gerincében az egykeréken szágúdozás páratlan mutatványait és különböző változatait, hol egyedül, hol társaival bemutató Erős Csaba műsorra hozta, melyben a helyi közönség soraiból is kiválasztott pár jelentkezőt. Második alkalommal hirdették meg az Ősök Hőse elnevezésű sportvetélkedőt, ahol három fős csapatok mérhették össze erejüket. A játékos versengés során ősi paraszti eszközök vártak a nevezőkre, hogy azokkal teljesítsék a talányos nevű feladatokat. Volt tojáslopás, létrafutás, mocsánonjárás és tadigázás. Farkas Edit polgármester kezdeményezésére vált hagyománnyá, hogy ez a rendezvény szervezésében köszöntsék azokat a falubelieket, akik az adott évben kerek születésnapot ünnepeltek. Az ünnepelteknek emléklappal és egy szelet tortával kedveskedtek. Átadták a már korábbi műsorunkban bemutatott Sobri Jóska kopjafát, a temetőhöz vezető utcát, valamint a település határában álló ritkaság számba menő Mária szobrot. A felújításokhoz a belügyminisztérium és a helyi vállalkozások segítsége is szükséges volt. Betyárok szállták meg lápafőt. Igaz, most se ölni, se lopni, se rabolni nem akartak, sokkal inkább emlékezni jött az egyik legnagyobb magyar betyárra, Sobri Jóskára. Az elhíresült bandita ehelyen lelte halálát, a lápafői temető sáncába temették el. Ez az esemény Lápafőn 1837. február 17-én történt, és a lápafői csata néven híresült el. A lápafői csata Sobri Jóska életének elvesztésével, Sobri Jóska végnapjainak lezárulásával zárul. Közszemlére tették ki a holttestüket ide a templom elé, és utána hozták ide őket eltemetni. Na most vannak itt más legendák, ugye, hogy nem ide temették el, hanem a Várong és Lápafő közötti réten egy forrás mellé. Ezt is hallottam, ezt a legendát. Aztán ugye a országos legenda szerint Amerikába ment, és ott híres üzletember vált belőle. Tehát nagyon sok monda kering mai napig is Sobriról, de minden valószínűség szerint ugye erről a református anyakönyv, vagy református egyház följegyzése szerint is ide temették a temetőnek a zárkába, sáncába. Ettől a kopjafától azt reméljük, hogy amolyan zarándok helyé válik, mert nagyon sok ember érdekel Sobri Jóska.
Na most még annyit szeretnék elmondani, hogy Sobrióska az egyetlen olyan betyárvezér, aki életében embert soha nem ölt, 2-3 évig működött, de olyan híre tett szert, főleg amiatt, hogy olyan rablásokat követett el, amely eljutott Bécsig, Bécsből Lipcséig, Lipcséből Párizsig, és mindenhol foglalkoztak az újságok vele. Ezért vált ő Magyarország második leghíresebb betyárjába Rózsa Sándor után. Nem csak emlékoszlop készült Lápafőn, de a temetőhöz vezető út is teljes mértékben megújult. Elsősorban a helyiek nagy örömére, akik eddig alig tudták megközelíteni a sírkertet. Ezt az úgynevezett temetői utat régóta várta a község, hogy átadhassuk a falunak. Többszöri próbálkozásra sikerült a belügyminisztériumból pályázati pénzből annyi összeget kapni, hogy ez megvalósulhassa. 420 méter hosszú, durván 17,5 millió forintba került. Ha már ünnep, legyen teljes, gondolták Lápafőn, és az út és a Gopiafa mellé felavatták a falu másik nevezetességét, a Mária szobrot, melyet a kegyetlen nemes Takács Pál emeltetett öngyilkossá lett lánya emlékére. 50 esztendeje azonban megrongálták az emlékművet, melyet most helyreállított az önkormányzat. Ennek a szobornak kettős jelentősége van Lápafő történetében, egyrészt vallási tartalommal is bír, mert Máriát mintázza, másrészt viszont egy család történetéhez kötődik. Ennek az az oka, hogy a régi időben úgy volt szokás, hogy a birtokhatárokat és a falu határát ilyen jellegű szobrokkal vagy keresztekkel látták el. A tartalmát viszont az jelentette, hogy a mezőről az akkori szoros, vallásos kötelezettségeknek eleget tenni akaró emberek úgy tudjanak fohászkodni, hogy ne kelljen a mezei munkát megszakítani és a falu templomába bevonulni. Ennek a szobornak van különlegessége is. A Kárpát-medencében mindössze csak kettő ilyen szobor létezik, mert általában a Máriát kisdeddel ábrázolták és egy fülke jellegű szoborban mintázták meg, míg itt önállóan csak a Mária látható. A szobor rekonstruálása már nem volt lehetséges, mert annyira kikezdte az idő, hogy másolatot készítettek. Ez őrzi mostantól Lápafőt. A tavasz utolsó hónapjának beköszöntével egyre gyakoribbak a meleg, napsütéses hétvégék, amikor a szabadtéri programoké a főszerep. Kurdon ilyenkor falunapot rendeznek, ahol idén meg annyi programra várták a lakosokat, vendégeket. Egészen a középkorig repítette vissza a látogatókat a Történelmi Bajvívó Egyesület Kurdon, akik a község által szervezett falu és gyermeknapra érkeztek. Az egyesület tagjai gyalogos lovagi tornát adtak elő, amivel a 14. században a királyok szolgálatába álló lovagok jeles eseményeken álltak ki, és mutatták be az uralkodónak tudományukat, legalábbis a fennmaradt dokumentumok szerint. Vannak leírások, főleg külföldi források, magyar forrás nagyon kevés van, bár vannak becses darabok, mert a Kárti Márkféle képes krónika az egy nagyon becses darab, meg a Nekcsei Biblia, de ilyen torna leírásokat főleg a burgundi udvarból lehet összeszedni, de hát ez egyetemesen Európára volt érvényes, tehát így a magyar királyi udvarban is hasonlóképpen mivelhették, bár lovagi torna leírások vannak az Árpád korból is. A gyalogos bajvíváson kívül középkori játékokkal, számszeríjjal és hajtófegyverrel is megismerkedhettek a résztvevők. A gyerekek megismerkedhetnek a fegyverekkel, hajtófegyverezhetnek, megfoghatják a kardot, felemelhetnek egy sisakot, íjat megnézhetik. Tehát olyan dolgokat, amiket nem nagyon, csak múzeumban láthatnak esetleg, mondjuk ezek fegyverreplikák, de nekik nagyon nagy élmény, hiszen testközelből nézhetik ezeket a fegyvereket. A község lakói több téren megismérhették magukat a falunapon. Ki mire büszke kézműves kiállítás, ivóverseny, főzőverseny, szalámikészítő és kurdi csigasütőverseny várta a nézőket. Persze nem igazi csigát, csupán az állatházának formájára hajazó pékárút kellett elkészíteniük a vállalkozó kedvűeknek.
kurdi csiga az, ami megihlette az egész rendezvény kiírását. Tehát a 7 millió éves, a földtani jelentőségű Viviparius kurdensis, ami megtalálható a településünk dombjain. Ez az agyakba ágyazódott csigák, a különlegességük az volt, hogy eleven szülőcsigák voltak. Ez most itt a Naturparkhoz való csatlakozáskor derült ki számunkra is, hogy micsoda különlegesség ez. Emiatt arra kértük az asszonyokat és esetleg az embereket is, akik szeretnek sütni, hogy az idén tehát kurdi csiga legyen az, amit meg kell valósítaniuk valamilyen édesség vagy sósütemény formájában. De a falu és gyermeknapon nem csak a játszani szerető gyerekekre, a viadalra éhes férfiakra és a sütésben jártas asszonyokra gondoltak. Egy közös találkozásra visszahívták egykori lakosaikat is, akik kurdon nőttek föl, de ma már nem itt élnek. Számukra hozták létre tavaly a kurdról elszármazottak társaságát, mely a falunapon tartotta ülésén éppen az éves programokról tanácskozott. Őszre próbálunk szervezni egy olyat, hogy van ez a Szent Anna forrás itt fönt, és Lengyel környékén ezt a részt próbáljuk körbejárni. Egy paprikás krumplit főzünk, ha olyan idő lesz, és akkor mi körbejárjuk itt az erdőt. Nagyon szép volt, gyerekkorunkban is mindig erdőt jártuk itt, Vaskanyart, meg a többi, hát az nagyon-nagyon jó volt. Úgyhogy meg emlékszem, még régen az iskola mindig egyszer kitelepült a Szentkuthoz, és akkor egy egész napos futballozás, számháborút, ami ezzel jár, ez a szabadtéri foglalkozás volt, nagyon jó volt, és az tényleg az egész iskola kint volt a Medve Zoli bácsi vezetésével, és tetszett nekünk. A község önkormányzata abban bízik, a falunaphoz hasonló megszervezett közösségi események is ilyen élményekkel gazdagítják a mai fiatalokat, akik szívesen maradnak lakosai, vagy látogatnak majd vissza a településre. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!